Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Szigetvári Tamás vagyok, a Világgazdasági Kutatóintézetből, illetve már a KRTK Világgazdasági Intézetéből. A negyedik előadóként gyakorlatilag, mivel mindannyian ugyanarról a témáról beszéltünk, így óhatatlanul lesznek átfedések, sőt egyes következtetéseim, azt hiszem azok is egybevágnak a korábban elhangzott következtetésekkel, de azt hiszem talán bizonyos esetekben új oldalról vagy más oldalról tudom megvilágítani ezeket, vagy még inkább alátámasztani ezeket az állításokat. Most én is itt, igen, megtaláltam. Ugye alapvetően egyik következtetésemet előlegezve, amit már el is hangzott, azt mondhatjuk, hogy a klímaváltozás, ugye most is elhangzott, a közel-keletre alapvető hatással van, de leginkább ennek a hatásai közvetettek, tehát alapvetően más konfliktusok azok, amik kiéleződnek a klímaváltozás hatására, és azt mondhatjuk, hogy a közel-kelet az sok szempontból egy érdekes téma ebből a szempontból, ugye Európa szempontjából részben azért, mert hogy ez az Európának a perifériája, tehát hogy a közel-keleten bármifajta helyzet az Európát közvetlenül érinti. Nyilván Dél-Amerika meg Dél-Kelet-Ázsia is egy fontos dolog, de Európa számára azért mégiscsak a közel-kelet az, ami itt van, és ahonnan mondjuk a migrációnak az elsődleges forrásai származnak, vagy a másodlagos forrásai is ezen keresztül jönnek, hiszen tudjuk, hogy a Líbián keresztül, vagy Észak-Afrikán keresztül áramlanak Afrikából is a migránsok, tehát a közel-kelet mindenképpen számít Európa szempontjából. És ugye, hogy milyen konfliktusok éleződnek ki a közel-keleten, ugye hát azt lehet mondani, hogy a közel-kelet ebből a szempontból is egy nagyon jó terület, tehát idézőjelbe érve nagyon jó terület, hiszen itt rengeteg fajta konfliktus van, vagy olyan tényező, amely konfliktushoz vezethet. Ugye az előbb hallottunk a népesség növekedésről, ezt én is csak alá tudom támasztani ugye adatokkal, nem csak Szíria, hanem ugye az egész közel-kelet, ugye itt Marokkótól Iránig terjedő széles értelemben vett közel-keletről, ha beszélünk. 1950-ben az egész térségnek 100 millió volt a népessége, ugye Európának ekkor már bőven 400-500 millió fölött volt, tehát többszöröse volt gyakorlatilag a közel-keletnek. Jelenleg 350 millió, és 2030-ban, 2050-ben ez 700 millió fölé fog nőni. Tehát eddigre a közel-keleten a jelenlegi prognózisok szerint többen fognak élni, mint egész Európában. Tehát itt látható egy óriási növekedés. Hogyha a trendeket nézzük, azért az jól látszik, hogy a közel-keleten lelassult a népesség növekedés. Tehát ők már ezen a demográfiai lépcsőn túl vannak, tehát bármelyik országot nézzük szinte meg, ott már ugye kettő körülire csökkent a népesség növekedés, tehát ez a fertilitási vagy termékenységi ráta, tehát az egy nőre jutó átlagos gyerekszám. Ugye Afrikában ez még ma is 4-5 gyereket jelent egy nőre vetítve átlagos. A közel-kelet ilyen szempontból már nem kiugró, néhány ország van még, ahol ez magasabb, Jemen, Líbia, most Irak is egy ilyen ország, de a legtöbb országban alapvetően ez már nem egy ilyen kiugró, de hát ugye tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik, tehát az a generáció, akinek a következő generáció köszönheti a létét, az már megszületett, tehát ilyen szempontból a demográfia az valóban egy hosszú távú hatásokban érvényesül. És egy másik fontos tényező, amit a migráció szempontjából is befolyásol, hogy ezek nagyrészt fiatalok. És ugye tudjuk, kik azok, akik leginkább hajlamosak a migrációra, azok a fiatalok, akik előtt nincsen perspektíva. Tehát a fiatal népesség részben a migrációs potenciál, részben bármifajta konfliktus szempontjából jóval inkább számítanak, mint mondjuk a más korosztályok. Ugye az egyéb ellentétek szempontjából, ugye a közel-kelet az szinte naponta szerepel a hírekben, itt nem is kell talán felsorolnunk a különböző politikai, etnikai, vallási ellentéteket, akár népek közötti, tehát itt az izraeli-arab konfliktus, aminek köszönhetően ugye a palesztin menekültek, azok már évtizedek óta ugye a környező országokban élnek, a kurd-török-arab ellentéte, tehát itt a kurdok állam nélkülisége, az is jelenleg ugye itt megint egy olyan probléma, ami ugyan nem vezetett közvetlen nagyobb migrációs hullámhoz, de alapvetően ugye a kurdoknak az államisága az a következő évtizedben is egy meghatározó tényező, így 30-40 millió kurdról beszélünk közvetlen Európa közelségében, de akár olyan nem annyira látványos konfliktusok, mint még a berber-arab konfliktus Észak-Afrikában, ami szintén egyfajta etnikai konfliktus alakulhat. Ugye a vallási szempontból ugye homogénnek tűnik a közel-kelet, tehát ez egy muszlimok élnek a közel-keleten. Tudjuk, hogy nem csak muszlimok, ugye a koptokról, vagy hát ugye a zsidókról is beszéltünk, de hát most látjuk azt, hogy Szíriában is hányféle muszlim ér, vagy akit nem fogadnak el muszlimnak, ugye itt a jezidiktől kezdve, ugye maga a síta-szunita konfliktus, tehát ugye ma is a szíriai konfliktusnak az egyik fő eleme az, hogy az Assad rezsim, ami ugye félig, tehát nem teljesen az eredeti síta, de ugye ennek egyfajta, az aleviták, ugye ennek egyfajta ágazata, akiket éppen ezért Irán támogat, és ugye a Libanonban a Hezbollah, illetve a síták, akiket mondjuk a Hezbollahban testesülnek, mint ez is ez egyfajta síta félhold, ugye itt a termékeny félholdat, párhuzamos egy síta félholdat jelenít meg, amivel szemben a szuniták általában
nyilván különböző mértékig ellenségesen viselkednek, nyilván Szíria esetében most ez egy ilyenfajta síta-szunita konfliktussá alakult át, és ugye Szaúd-Arábia meg Törökország is épp ezért lép fel határozottabban az Assad rezsim ellen, amely és a síták képviseletében ugye egyfajta iráni csatlósként merül fel. Tehát részben ez a szíta-szunita konfliktus, de ugyanakkor a szunitákon belül is óriási ellentétek vannak. Ugye ezt is jól láthatjuk, ugye az iszlám, még a szunita iszlám is, ami a többségi iszlám is nem egységes, hanem ezen belül rengeteg fajta irányzat van, ugye itt 4 fő jogi iskola van, és itt is jól láthatjuk, hogy a mérsékeltebb iskolák, illetve a radikálisabb iskolák mennyire szemben állnak egymással. Ugye egy mérsékeltebb iskola, nyilván mindegyik a Koránra, illetve az erre épülő hagyományra támaszkodik, tehát hogy mit tett a próféta, de az, hogy a mai viszonyokkal hogyan reagálunk, abban nagyban különbözik a hozzáállásuk. Tehát ezek a fajta a hanafita, meg egyéb jogi iskolák, ezek analógiákkal és egyéb módokon igyekeznek interpretálni a Koránnak az állításait, és azt mondják, hogy ma ezt hogyan kell értelmeznünk, és milyen analógiák alapján tudjuk megérteni, és ez alapján igyekeznek a jelenlegi viszonyokhoz alkalmazkodni. Ugye a úgynevezett vahabita iskola, ami Szaúd-Arábiában is jelen van, illetve hát az iszlám állam is jelentős részben erre épül, meg általában a radikális irányzatok, azok szó szerint értelmezik. Tehát azt mondják, hogy azt úgy kell érteni, hogy ott volt, mindenfajta elhajlás az gyakorlatilag a rosszhoz vezet. Ugye az iszlám világban ez egy régi dolog, hogy a 19. században, amikor találkoztak a modernizációval, tehát azzal, hogy Európa sikeres, ugye az iszlám világ pedig már a 14. század óta gyakorlatilag nem tud sikereket elérni, vagy hát egyfajta visszavonulóban van, bár voltak ugye itt az oszmán birodalom idején hát előretörései akár Európa irányába is, de hogy egy találkozott a jó technikailag és mindenfajta szempontból fejlettebb Európával, akkor kétféle válasz volt erre, vagy egy nyugati típusú modernizáció, átveszük a nyugati módszereket, nacionalizmus, szocializmus, vagy a gazdasági szervezésben is, tehát még azt lehet mondani, ezek a kelet-európai modell, tehát a szocializmus is egyfajta nyugati típusú modernizáció volt, vagy az alternatív irányzat az volt, hogy az a baj, hogy elhajoltunk az eredeti iszlámtól, vissza kell hozzátérni, ugye ez a fundamentalista irányzat, és ezek a vahabita iskola, illetve az erre épülő szervezetek ezt a fajta irányzatot, vagy ezt a fajta hozzáállást részesítik előnybe, tehát ez is egy óriási konfliktus eredmény, ez az arab vagy iszlám világon belül, hogy hogyan állunk hozzá a múltunkhoz. Tehát rengeteg fajta ilyen konfliktus létezik. Másik probléma az, hogy pont azért jönnek elő a konfliktusok, mert hogy problémák vannak, például a gazdasági növekedéssel. Ugye a közel-keleti országok esetében ugye egy kis szűk csoportját ugye elkülöníthetjük az olajt exportáló arab országok, amelyek szintén nagyon konjunktúra függően, de viszonylag azért jó gazdasági potenciállal rendelkeznek. Itt is azért elkülön azok a kis népességű országok, amelyek a beérkező jövedelmekből bőven el tudják látni az adott országot, és igazából akár mezőgazdaság nélkül is, és a klímaváltozással fityhetányba mondjuk egy Egyesült Arab Emirátusok a egyéb jövedelmeiből gyakorlatilag a sivatagban is tud életet teremteni, és vízlepárlással vizet csinálni. De azt mondhatjuk, hogy a népesség növekedéssel érintett országok, még hogyha olajtermelők is, óriási problémákkal kell szembenállniuk, és igazából nem sikerült egy versenyképes gazdaságot létrehozniuk. Részben ugye az olajnak is köszönhető, tehát az olajjövedelmek is oda vezettek, hogy ezek az országok nem voltak képesek igazából reagálni arra a fajta kihívásra, ami a 80-as évek közepén bekövetkezett ugye az olajár robbanással, hanem pont, hogy elodázta gyakorlatilag azokat a szerkezeti reformokat ezekben az országokban, amelyek egy működőképes gazdaságot létrehoztak volna. Tehát akár Algériát nézzük, de Irakról, Iránról is beszélhetünk, gyakorlatilag ezekben egy rossz gazdasági struktúra ágyazódott be, és ezt igazából nem képesek ma se megreformálni, ugye nem versenyképesek ezek a gazdaságok. Viszonylag magas a relatív jövedelem mondjuk összehasonlítva Bangladessel vagy a dél-ázsiai országokhoz, vagy Afrikához képest, ugyanakkor nem vonzóak külföldi befektetők számára, részben tehát olyan ágazatok, amelyek az alacsony bérekre törekednek, nem mennek oda, mert nem alacsonyak a bérek, magas a bürokráciának az aránya, a korrupciónak az aránya, illetve maguk a politikai rendszerek sem biztonságosak, tehát hiába ezek a gazdaságok nem képesek valójában versenyképesek lenni. Ennek a hatása az, hogy nem képesek felszívni azt a növekvő népességet, amiről szó volt. Tehát a fiatalok között nagyon magas a munkanélküliség. Ugye itt a Európában is ezek a 25% körüli arányok ezek magasak, de hát nyilván vannak extrém esetek, mondjuk a palesztinok között 75% a fiatalok között a munkanélküliség, nyilván ez egy speciális helyzet, de a többi arab országban is, Egyiptomtól, hát nyilván Szíria is most egy speciális eset, de Észak-Afrikában is 30-35%-os a fiatalok közötti munkanélküliség, és nyilván ez egy jövő, tehát hallottuk, amennyiben nem biztosított a jövő, és a fiatalok úgy látják, hogy az adott országban ők nem lesznek lehetőségeik, mert a gazdaság nem növekszik, és nincsenek munkalehetőség, akkor jóval hajlamosabbak a migrációra.
Ráadásul ezekben a társadalmakban ugye a mi korábban azért viszonylag, ha megnézzük, hogy ez a Gini indexel mért egyenlőtlenségi mutatókat, az arab országokban nem volt olyan rossz a helyzet, viszonylag egalitáriánus társadalmak voltak. Az utóbbi időben itt is megnőtt az egyenlőtlenség. Részben annak is volt köszönhető, hogy megpróbáltak reformokat végrehajtani a 90-es években, ugye a piac liberalizálással, de ennek a következményeként volt egyfajta elit, aki jól járt belőle, ugye privatizációval meg egyéb helyzetben, de a nagy néptömegek alapvetően rosszabb helyzetbe kerültek, tehát ez egy óriási egyenlőtlenséget eredményezett, ami nyilván a közismert korrupció, meg hogy kik azok, akik részesültek ezekben, tehát ezek azt lehet mondani, hogy Kelet-Európában ismert folyamatok lezajlottak az arab világban. A probléma itt az volt, hogy igazából itt a politikai rendszernek a legitimációja sem volt meg. Ugye megint egy kelet-európai párhuzammal, Kelet-Európában a rendszerváltással egyfajta új esély, egy új legitimáció teremtődött a politikai elitnek, amivel vagy élni tudott, vagy nem. Itt ezekben az arab országokban ugyanaz a politikai elit maradt, akinek az adta igazából hosszú időn keresztül a legitimációját, hogy ugye hát kenyeret és olcsó, tehát olcsó alapcikkeket adott, ugye akinek tele a szája, az nem beszél, ugye ez egy ilyen közismert arab mondás volt, tehát amíg az élelmiszer az olcsó volt, addig nyugalom volt az adott országban, illetve az élelmiszer mellett még ugye a benzinárát is dotálták, tehát hogyha megnézzük egy ilyen arab országban a költségvetés szerkezetét, 60-70% az a szubvenciókra ment, tehát az alapvető élelmiszerek és a benzinnek árának a szubvenciójára. Ugye bármilyen IMF által próbálkozott reform, az gyakorlatilag ezen bukott el. Első lépés az volt, hogy akkor a szubvenciókat csökkentették, éhségrázadások, és rögtön visszavonták. Tehát gyakorlatilag nem lehetett ilyen ezeket az IMF receptre előírt reformokat végrehajtani, mert az egész politikai legitimáció erre épült. Gyakorlatilag részben itt behozhatjuk a klímaváltozás hatásait. A klímaváltozásnak részben köze volt ahhoz, hogy ez a legitimáció felbomlott. Ugyanis az élelmiszerárak, illetve az olajnak az ára is megemelkedett ugye itt a 2000-es évek elején, és gyakorlatilag ezek az országok egyre kevésbé voltak képesek ezt a fajta szubvenciót fenntartani ezekben az arab országokban, és ezzel ugye egyre csökkent a legitimációk. Tehát hogyha már a szánkat se tudják megtölteni olcsó élelmiszerrel, akkor nyilván most már nem fogjuk befogni a szánkat. És ugye az egész arab tavasz gyakorlatilag erre épült, erről hallottunk is, az arab tavasz és a klímaváltozás összefüggései, gyakorlatilag röviden így írhatjuk le. Ezek az autoriter rezsimek elvesztették ezzel, vagy hát legalábbis gyengült a legitimációjuk, és ez Tunéziától Egyiptomon át Szíriáig mindenhol megmutatkozott. Ha most a klímaváltozásnak a hatásait akarjuk megnézni, ugye sokat hallottunk már erről, itt néhány elemet én is kiemeltem, illetve ezek közül egy-kettőről szeretnék beszélni, ugye itt a vízbiztonság, élelmiszerbiztonság, illetve a talajdegradáció és elsivatagosodás, mint tényezők. Ugye a vízbiztonság az egy, hallhattuk az előbb is, a közel-kelet szempontjában egy nagyon fontos tényező, hogyha megnézzük, hogy a világon melyik az a 10 ország, ahol a leginkább problematikus a vízhiány, akkor láthatjuk, hogy ez gyakorlatilag egy közel-kelet térkép, vagy itt ezt a térséget rajzolja ki. Ugye a pirossal jelzett országokban a legkritikusabb a helyzet, ugye ez a mutató azt mutatja meg, hogy a megújuló vízforrások hogyan aránylanak ugye a fogyasztáshoz. Hát láthatjuk, hogy bizonyos országokban gyakorlatilag alig vannak megújuló források. Sok ország, szaharai ország is, illetve hát itt az arab félszigeten lévő ország is, ugye az artézi vízkészletekhez tud nyúlni. Ugye ezek tudjuk, ezek a víz alatt, tehát a föld alatt lévő olyan vízkészletek, amelyek még korábban, tehát földtörténeti időszakokból maradtak ott. Ezekkel az a probléma, hogy ezek nem megújulók, és jelenleg a használatuk az jóval gyorsabb, mint az újratermelődésük. Tehát gyakorlatilag ezek el fognak fogyni, ez egy nem megújuló forrás. Lehet, hogy ma még, vagy a következő évtizedekben még ebből lesz vízük ezeknek az országoknak, de ez kifogy, ez nem fog újratermelődni. És akkor itt jön már számításba az, hogy akkor honnan lesz vízük. Vannak lehetőségek, tehát tudjuk sótalanítani lehet a tengert, és tengerből viszonylag sok van. Ez drága és környezetszennyező eljárás. A bizonyos országok, mondjuk az öbből országok ezt alkalmazzák, mert hogy ott megvan a pénz rá, és mondjuk nyilván az energia is viszonylag olcsó rendelkezésre, tehát hogy ez lehetőséget ad, de hát olyan országok esetében, ahol viszonylag jelentősebb a népesség, ez már nem lehet, vagy hát pláne még mezőgazdasági termelés van, ez már nem működik. Nyilván a másik lehetőség a folyóknak abból származó víz, tehát a megújuló vízforrások, ugye ez a térkép mutatja a különböző folyóknak a vízgyűjtő területeit. Jól láthatjuk, hogy ezek országokon átnyúlók, és ez már egy újabb konfliktusforrás jelent. Ugye az előbb láthattuk, hogy csökken a vízmennyiség ebben a térségben. Ez viszont azt jelenti, hogy ezeknek a folyóknak a vízhozama is csökkenni fog, tehát egyre nagyobb lesz a konfliktus a téren, hogy ki használja ezeket. Ugye tudjuk a Nílus kapcsán Egyiptomnak, illetve a felső folyásbeli folyóknak, Szudánnak, illetve Etiópiának már régóta vannak konfliktusai, de ugyanez megfigyelhető ugye egy Szíria esetében is.
az Eufrátesznek a vize ugye itt nem csak azért csökken, mert a klímaváltozás hatására kevesebb eső esik, hanem például azért, mert Törökország gátakat épített ugye a Anatóliában, nyilván saját mezőgazdasága érdekében. A 80-as évek elején, amikor ezt a gátat felépítették, évekig alig folyt víz az Eufráteszben, mert ugye fel kellett tölteni az Atatürk víztározót, és gyakorlatilag elzárták az Eufráteszt, és ugye ez már egy háborús konfliktussal fenyegetett annak idején Szíria és Törökország kapcsán, amit aztán sikerült végül is valamilyen szinten megoldani, de hát azt lehet mondani, hogy ezek a konfliktusok újra termelődnek. Ugyanez igaz a Izrael és a környező országoknak a konfliktusáról. Ugye Izrael édesvízkészletének jelentős részét a Golán fennsíkról származik, nem véletlenül stratégiai jelentősége van, hogy ki a Golán fennsík, és Izrael ezért ragaszkodik, mert hogy nyilván ez a víz szempontjából is egy kulcsfontosságú terület számára. Tehát itt ez a víz háborúk, ugye ez is egy már közismert fogalom, tehát a vízből származó konfliktusok valószínűleg meg fognak sokszorozódni, ugye itt már hallott klímaváltozások hatására. Ez csak egy illusztráció szintén ugyanarról a dologról, csak egy az elmúlt évekből származó, hogy hogyan csökkent a csapadék az elmúlt évtizedben ebben a térségben. Nem csak itt egyébként látható, hogy itt a Balkánon is jelentős csapadék csökkenés következett be. Egyes területeken, mondjuk itt Mezopotámiában viszont nőtt, tehát hogyha megnézzük itt ugye Irak, tehát Bagdadban több eső esett, mint a korábbi évtizedekben. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek a társadalmak alapvetően azért nem ismeretlen számukra a vízhiány, hiszen azt mondhatjuk, ez egy történelmi előzményei vannak, ugye a 7 szűk esztendőt már ugye olvashattuk a Bibliában is, tehát mindig is voltak itt az időjárással összefüggő anomáliák. Nyilván itt az a kérdés, hogy ez mennyiben fog migrációhoz vezetni, mennyiben más ez, és mennyire készíti ez az itt lévő embereket arra, hogy valóban migráljanak, és ugye hát hova migráljanak, nyilván nem Afrika felé fog a migráció elindulni, hanem Európa irányába induljon el egy nagyobb migráció. Ugye ennek a klímaváltozás és migráció hatásainak még itt van egy szlájdom, erről elfelejtkeztem, hogy az élelmiszer biztonságnak a kérdése. Nyilván csökkenő csapadék, csökkenő vízkészletek, csökkenő mezőgazdasági termelés. Ha megnézzük az arab országokat, a függőségüket gyakorlatilag az import élelmiszerektől, akkor azt látjuk, hogy számos ország, főleg az arab félszigeten, gyakorlatilag 100%-ban az import élelmiszertől függ, ott nem tudnak élelmiszert termelni, tehát se búzát. Szaúd-Arábia próbálkozott ugyan vele, és nagyon költségesen, részben az artézi vizek felhasználásával képes búzát termeszteni, tehát az olyan, tehát gyakorlatilag olcsóban tudja ezt importálni, tehát ez csak igazából ilyen látványprojektnek jó, de valójában nem igazán megoldás a kérdésre. A legtöbb ország esetében ugye óriási a függőség, és nyilván ez a függőség is eredményezi azt, hogy gyakorlatilag ezek az országok kitettek az élelmiszer világpiaci árának a változásának, tehát abban az esetben, amennyiben az élelmiszer világpiaci ára emelkedik, akkor önmagukat nem tudják élelmezni. Alacsonyabb élelmiszer ár esetében önmagában ez nem prób, tehát akkor végül is importból be tudják szerezni a szükséges élelmiszert, tehát ilyen szempontból önmagában a kisebb csapadék nem jelenti azt, hogy élhetetlenné válna ez a vidék. Élelmiszert lehet importálni is, vizet is lehet importálni bizonyos mértékig, akár ugye olajvezeték, csővezetékeket, vízvezetéket is lehet építeni, ugye ez már felismerült, például, hogy Törökországból Izraelbe vízvezetéket építenek, a Törökország csapadékosabb részeiről Izraelig terjedő. Nyilván ez azért, hogy hol megy ez át, és ezt mikor robbantják fel, azért mondjuk ez egy több kérdést is felvetni ott a környéket. Tehát látható, hogy ezeknek az országoknak jelentős az élelmiszer import kitettségük, de önmagában ez még nem jelenti azt, hogy ez a migrációhoz kellene vezetni. Ugye konkrétan itt a klímaváltozás és migráció összefüggéseiről a világban készített egy nagy felmérést, amit itt most röviden beszélnék róla, bár nem vettem részt benne, de azt hiszem ez pont erről a témáról szól, és talán érdekesek a következtetései is. Ők 2001-ben végeztek egy felmérést, tehát konkrétan kérdőíves felmérést, és itt az a kvalitatív felmérés, tehát nem csak statisztikákat böngészve állítanak, hanem itt lekérdeztek különböző országokban, itt 5 országot vettek összesen figyelemben, Szíriát, Algériát, Marokkót, Egyiptomot és Jement, tehát ebben az 5 országban végeztek konkrétan a vidéken élőkkel egyfajta ilyen felmérést, hogy ők mennyiben érzékelik a klímaváltozást, és ez mennyire készíti őket migrációra. Hiszen ugye ez itt az alapvető kérdés, hogy vajon, hogyha ellehetetlenülnek az életfeltételek, akkor miben látják a megoldást ezek az emberek. Az egyik fontos megállapítás az, hogy ezek az emberek nem a klímaváltozást látják, hanem nyilván ők az időjárást érzékelik. Tehát mi is általában ugye azt csak mondják nekünk, hogy ez így változik hosszú távon,
mert hogy gyerekkorunkban még nagy telek volt, valamennyi tapasztalatunk is lehet, hogy gyerekkorunkban még nagyobbak voltak a telek, most kisebb, de igazából ezt a statisztika az, ami ebből egy összképet készít, és ugye ez a klímaváltozás, ők az időjárást érzékelik, és ezekből ugye van egyfajta percepciójuk arról, hogy mi változott az elmúlt időszakban, tehát mit vettek észre. És ugye itt ez egy, hát nem fordítottam le, ez angolul van, de talán ez a többség számára nem okoz problémát, tehát azt látják, hogy a csapadék ugyan van, de jóval kevésbé kiszámítható, melegebb is van egy kicsit, és tehát itt láthatjuk a különböző számot, tehát hogy érzékelik ennek a hatásait. Persze ez egy kérdés, hogy ez mennyire időszakos hatás, hiszen itt jól tudjuk, hogy bizonyos országokat bizonyos időszakokban szárasság sújt, aztán a következő időszakban csapadékosabb lesz. Hát Marokkónak, hogyha megnézzük a GDP adatait, ugye Marokkó egy olyan ország, ami még ma is jelentősen függ a mezőgazdasági termelésétől, akkor jól láthatjuk, hogy a GDP az nagyjából korrelál a szárasság és szárasságos időszakokkal. Tehát olyan időszakokon, amikor szárasság van, leesik a GDP, mert a mezőgazdaság termelése visszaesik, aztán utána pár év múlva megint csapadékosabb évek vannak, és megugrik a GDP. Tehát hogy igazából ezek nem mindig állíthatók egyértelmű korrelációba, de nyilván azért ezt a mára láthatólag a többség is érzékeli, hogy bizonyos értelemben azért egyfajta változás van. Ez miben jelentkezik ennek a problémái? Hát elsősorban ugye gazdasági problémák, ugye itt már még országonként is különbség van. Nyilván ez azzal függ össze, hogy melyik országban az adott időszakban milyen volt, tehát itt az 5 évnek az időszaka, előző 5 évet vizsgálja. Az előző 5 évben milyen volt éppen ez az időjárás. Nyilván ez itt a hosszú távú trendeket ilyen szempontból nem vizsgálja. Láthatjuk, hogy mondjuk Algéria esetében, valószínűleg meg Marokkó esetében kevésbé volt csapadékos, meg Jemen esetében, hiszen jóval nagyobb a jövedelem kiesés, a termés visszaesés, az állatállománynak a visszaesése. Mondjuk Egyiptom esetében ez kevésbé látszik, vagy itt még Szíria esetében is bizonyos szempontból, bár ugye itt a elsősorban ugye a termény kiesés, ugye ez Tamás professzor úr is állította, óriási visszaesés volt ugye ennek a szárazságnak köszönhetően, tehát itt elég szignifikánsan azért az utóbbi időszakban ez érezhető a térség országaiban. És ez mennyire készteti ezeket a társadalmakat migrációra, ugye ez itt a resident és a non-resident migrant, ugye ez azt jelenti, hogy a háztartáshoz tartozó, meg a háztartáshoz nem tartozóknak a migrációja, ugye itt fontos, hogy a migráció az nem azt jelenti, hogy külföldre mennek, elmennek az adott területről, mert hogy nincsen megélhetés, vagy valami miatt máshol akarják folytatni az életüket, de ezeknek elég nagy része az belső migráció. Tehát alapvetően jelentős a migráció a környezeti változások érzékelt időjárás vagy környezeti változások hatására, mert ennek gazdasági következményei vannak, és nyilván ez csökkenti a megélhetést az adott területen, és emiatt a lakosság jelentős része migrál, de ennek a migrációnak a túlnyomó része, arról sajnos nincs táblázat, az csak magából ebből az anyagból kiderül, ennek a túlnyomó része ez országon belüli migráció. Tehát alapvetően egy nem tudom én, akár jemeni, akár egyiptomi vagy algériai paraszt, hogyha már a szárazság és a csökkenő termény miatt nem éri meg neki vidéken élnie, akkor nem elsősorban Franciaországba fog menni, hanem elsősorban bemegy a városba. Tehát itt alapvetően ez is megint csak visszaköszön ugye ez az előző állítás, hogy itt a belső migrációt fogja elsősorban növelni. Viszont, ugye azt viszont már a délelőtt, vagy hát az első előadáson is hallottuk, hogy önmagában az, hogy ez a fajta belső migráció megindul, ez már kiélezi a konfliktus helyzeteket, hiszen ugye a vidékről a városokba áramló népesség, hogyha nem tudunk nekik munkát adni, akkor nyilván városokban is ott fognak érni jövőkép nélkül, munkanélkül ilyen, és ez viszont már olyan fajta konfliktusokhoz vezethet, akár etnikai alapon, mondjuk a berberek beáramlanak a arab többségű városokban, a Észak-Afrikában, vagy ugye a síták bemennek a szunita többségű városokba. Ez már olyan problémákat generálhat, olyan konfliktusokat, ami aztán valóban polgárháborúkhoz, egyéb konfliktusokhoz vezet, és ez viszont már egy külső migrációt eredményez, mint ahogy azt Szíria esetében is láthatjuk. Tehát a következtetéseim ezzel kapcsolatban az, hogy önmagában ez a klímaváltozás, ez közvetetten eredményez migrációt, tehát az megnehezíti és a gazdasági ellehetetlenés felé vezeti ezekben az országban a vidéki népességnek az életét, illetve általában is felerősíti az adott országban a konfliktusokat, és ez viszont már ahhoz vezethet, hogy a jövőt ezeknek az országoknak a nagyszámú fiataljai a migrációban látják, és ennek az elsődleges célpontja pedig Európa lesz. Köszönöm a figyelmet! Én is köszönöm szépen, és megkérem, hogy üljön le, és akkor térjünk át rögtön a kérdésekre. Ki szeretne kérdezni? Egy mikrofont esetleg. Igen, köszönöm szépen.
Katona András vagyok, a közlekedés tudományi szemlétől. Én érdeklődéssel hallgattam a remek előadásokat, és gratulálok a szervezőknek is. És az érdeklődésem az iránt is fordult, hogy vajon a közlekedés elhangzik-e az előadásokba. Én sajnos nem hallottam, nem is volt tárgya természetesen az előadásoknak, ezt én tudom, de jó lenne ezzel is foglalkozni. Én nem nagyon találkozom a tudományos életbe azzal, mindennel foglalkoznak a migráció kapcsán, de a közlekedés egy elég praktikus kérdés része ennek az egész folyamatnak. Tehát úgy gondolom, hogy megérne azt, aki tud információt arról, ez a kérdésem, hogy a migráció közlekedési összefüggéseivel valaki foglalkozik-e, és az milyen eredményre jutott, azt érdeklődéssel várnám, mint ahogy azt is érdeklődéssel várom, hogy a Németországból kiutasított 150 ezer ember hogy fog visszatalálni közlekedésileg oda, ahova esetleg szánják azok, akik nem óhajtják befogadni őket. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Én azt javaslom, ahogy a múltkor is, várjunk össze egy pár kérdést itt elől. Elnézést, de nekem inkább engedésem lenne, mint kérésem, igyekszem rövid lenni. A lényeg az, hogy ezekből az előadásokból, amit itt hallottunk, még a példákat is figyelembe véve, egyértelműen levonható az a tanulság, hogy ez a fajta migráció, ami ma előttünk van és foglalkoztatja a politikát, az értelmiséget, a tömeget, a tudományt, egyértelműen a globalizáció objektív jelensége. És ezzel egyben vissza is utasítanám azt az előző összeesküvés elméletet, hogy valaki kreálja ezt a bizonyos migráns hullámot. És azt is megemlíteném, hogy ezzel az összefüggéssel együtt, ami a klímaváltozással hozza ez össze, egyben arra is rámutatunk, hogy nem csak ez a globalizáció jelensége, hanem maga a klímaváltozás is a globalizáció jelensége, az új erőszakformák, az információs forradalom, a nemzetközi bűnözés, és sorolhatnám. És ezek mind egymásra hatással vannak. És ha azt nézzük, akkor a klímaváltozás és a migráció kölcsönösen is hat egymásra, hiszen a migráció is a tömeges elvándorlás bizonyos helyekről okozhat olyan problémát, hogy ott tovább növekszik az infrastruktúrák hiánya, és mondjuk a vízhiány, nincsenek beruházások, és így tovább. És a másik megjegyzésem az, hogy ha ezek a globalizáció jelenségei, akkor ebben az esetben tökéletesen 100%-ban egyet kell érteni azzal a megjegyzéssel, amit Tálas Péter tett, hogy ezt csak nemzetközi módon lehet kezelni. És a legkönnyebb ilyen esetben személyeket felelősségre tenni, hogy bürokraták meg nem értenek hozzá, meg egyebek, hanem azt kell látni, hogy azok a nemzetközi szervezetek, amelyek ma léteznek, mint az ENSZ, amelyik 70 éves, az EU, amelyik a Pleventervel és a Montanunióval kezdve 65 éves, vagy a NATO, amelyik 66 éves, ezek a bipoláris világ és nem a globalizáció termékei. Tehát itt arra is kell a nemzetközi tudós társadalomnak, a politikának az én megítélésem szerint koncentrálni, hogy ebben a tekintetben nem innovációról, hanem reformokról van szó, és ezeket a nemzetközi szervezeteket nem csak a Dublini Egyezmény módosításával, hanem egyébként strukturálisan és egyébként is meg kell reformálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még itt van egy kérdés a Csíkos Inges úrtól. Horváth G. György. Az előző megjegyzéshez egy számomra viszonylag friss olvasmány élmény, hogy most olvastam, hogy Bill, ugye Amerikában más jelentenek a fogalmak, mint Európában, hogy Bill Gates az szocialista megoldást akar, vagyis gyakorlatilag egy világállamot, hiszen csak a nagyon komoly állami projektekkel lehet bármit is kezdeni a környezeti ártalmakkal, hogy mi a véleményük erről. Nem tudom, érthető volt. Köszönöm szépen. Kérem az előadókat, hogy reagáljanak. Mi a véleményük? Ami a közlekedést illeti, majd ha
amíg a kollega válaszol, lesz egy fél másodperc, bemutatnék egy fotót, ami a közlekedési illusztráció. Ugye, hogy értsék, ugye úgy jönnek ide a mostani szíriai menekültek zöme, a legtöbb, hogy elmegy Törökországba, Törökországban szárazföldön elmegy Izmirig, tehát a legnyugatibb pontjáig az Anatóliai félszigetnek, ott viszonylag közel vannak a görög szigetek. Ugye hallhattuk, hogy Görögország olyan, mintha nem is Schengen lenne, egyébként Schengen, ha jól emlékszem, én legalábbis mindig ugye, de hogy például, ugye ő nem ellenőrzi, ott Schengenbe lépnek be, ott először a külföldiek, bármilyen külföldi, útlevéllel, nem útlevéllel. Egyébként tudhatnám, hogy én a menekültet egy álságos kifejezésnek érzem ma a mai európai vitában. Menekültnek nevezzük azt a migránst, akinek nincs útlevele, vagy nincs érvényes vízuma. Mert ha van érvényes vízum, akkor nem menekült, akkor jelentkezik, és mindenféle dolog történik. Tehát egyszerűen megjelenik egy pofa, és feljegyen, és nincs vízum, akkor ő migráns. Igen, de ő akkor menekült is lesz, mert azt mondja, hogy olyan nehéről jön, stb. Én magam is valamennyit arról beszéltünk, hogy micsoda, igen, hát így jönnek túlnépesedés, környezettartások, minden. Ha jól értem, meg én magam is igyekeztem kint a keletinél, meg más magyar szintereken beszélgetni a ideérkező migránsokkal, ezek városi emberek, nem a faluból, nem az elszegényedett vidékről jönnek, városi emberek, ki tudták fizetni az embercsempészeknek a különböző mértékű közvetítési díjakat. Van egy, arra is, hagyj utasom majd egy két fényképet a végén, de amíg a kollega válaszol, hogy milyen migránsok ezek. Nagyon számomra nagyon nézik kérdés. Na most, hogyan mennek vissza, vagy akiket Németország vissza akar küldeni, már 34 repülőnyi élősúlyt, már bocsánat, ilyen rondán fejezem ki magam, visszaküldtek a németek, és azt állítja Schäuble, hogy ők megvan a dugi pénze a pénzügyi kormányzatnak, még akár kell 200 repülő bérletére is, hogy ez hogy fog kinézni, hova fog leszállni, ott mit csinálnak majd ezekkel az emberekkel, ez ugye nem Schäuble kapacitás, szóval az ő fejébe ez nem fér be, de a válasz ez. Na most, én egyetértek azzal, hogy teljesen, amit Péter állított, hogy ez egy globális kérdés, és hogy csak globálisan lehet megoldani, de miután a probléma az, hogy globálisan a jelenlegi, abban is egyetértek, hogy ezek a bilaterális világnak, és nem a nemzetközi rendnek, a mai nemzetközi rendnek a nemzetközi szervezetei, ezért olyan impotensek. Ezért nem tudnak semmit megoldani. Most azt mondjuk, hogy hát addig, ameddig ők nem lesznek igazán korszerűek, hogy majd aztán utána megoldják ezeket a problémákat, ez logikus, igaz, minden, de hát én nem élek olyan sokáig. Szóval szeretnék, de nem az én biológiai kódom, nem tudom, mi az bizarra nem 50 év. Mint hogy kíváncsi lennék arra, hogy 2050-ben milyen lesz Magyarország lakossága, tényleg 8 millió vagy csak, vagy 10 millió, vagy 15 millió, de hát megvan a valószínűség annak, hogy én ezt meglátom, vagy nem látom. Mert egyszerűen a magyar férfi lakosság életgörbéből. Tehát ezzel én nagyon-nagyon óvatos lennék. Én átadám a szót, és közben hagyj keressem meg a két kép. Igen, ez is, ugye, itt látható egy elegáns férfi ruha üzlet Izmir belvárosában, a Sétáló utcában, ahol most átálltak a mentő mellényekre. A mentő mellényekre, mert hogy ugye ezek a fölfújt nagy csónakok, meg egyet a rossz minőségük a csónakok, és hát hiába fizetett ki a embercsempész, esetleg a családod nem ér part. Tehát még kell venni ilyen izét is. Most aki ilyet vesz, ugye mint egy belvárosi izmiri boltban, ott látható ugyanaz a bolt a másik kirakatban, viszonylag elegánsabbnak tűnő öltönyöket árul, az ugye egy nagyon meghazdott része a társamnak. És megkérdek, hogy akkor ott vagyok az utolsó képet. Igen, az utolsó kép az a, itt van a német paradicsom. Bocsánat, még egyet az utolsó. Az utolsó, ez a német paradicsom, ugye kiürült Kelet-Németország, ez Eisenhüttenstadt, tehát a volt Sztálinváros, az NDK-s Sztálinváros, amiből elmenekültek a németek, nagyon kevés maradt, de azért
már kezdték felrobbantani a lakótelepeket, amikor ebben a puszta vidékben megjelentek a menekültek, és most ilyen katonai sátrakban helyezik el őket. Itt van a paradicsom, ugye? De az előző képen is még egy utolsó, és akkor ezzel nem tartanám tovább fel. Az, hogy itt milyen migránsokról van szó, ezek szíriai migránsok Szerbiában. Éppen töltik fel a mobiljaikat. Valami mezőn, vagy udvaron, vagy nem tudom hol, körbe guggolják, és a kép nagyobb, tehát a teljes képen jobban lehet látni. Ott van közül, ott van előttük a feltöltő. Úgyhogy mi hoz össze egy ilyen csapatot? A feltöltési lehetőség. Ami nagyon érdekes mindenfajta kulturális és egyéb szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm, itt a kicsit a közlekedéshez kapcsolódva, de ez kicsit messzebbről indulva, hogy az Európai Unió vagy integráció azért nem most szembesül azzal, hogy ez egy probléma lesz, hogy itt a közel-keleten népességnövekedés és konfliktusok. Ugye ez leginkább a 90-es évek elején derült ki, amikor ugye a hidegháború alatt nagyjából ez 56-ban Egyiptomnál kiderült, hogy itt az európaiaknak nincs mit dolga, itt USA és Szovjetunió dönti el a dolgokat, az európaiak maradjanak ki ebből. Ugye a 90-es években, amikor vége lett a hidegháborúnak, akkor szembesült Európa azzal, hogy hát ezzel a mediterrán földközi tenger térségével valamit kezdeni kell, mert hogy itt ugye a gazdaság az nem pörög, nő a népesség, tehát hogy itt olyan fiatalok lesznek, akiknek nincs munkanélhetőség, és ezek migrálni akarnak, és hova? Európába. Tehát ez már egy 90-es évek elé szembesült ezzel Európa. A megoldás, amivel ezzel próbálkozott, ugye 95-ben ez a barcelonai folyamatot elindította, az arról szólt, hogy Európa megpróbál valamilyen módon gazdaságilag segíteni, hogy ezek az országok a gazdasági növekedés révén ne kényszerüljenek arra a fiatalok, hogy migrálnak. Ugye hogyan próbált segíteni? Ugye itt az elsődleges eszköze a szabad kereskedelem volt, hiszen a 90-es években ez tűnt egy jó megoldásnak. Ugye megállapodtak abból, hogy akkor létrehoznak egy euró-mediterrán szabadkereskedelmi övezetet, mert akkor az áruk szabad mozgása, ahogy Európában is ez gazdasági növekedéshez vezetett, majd a mediterrán térséget is ebbe bevonja, és akkor ide megy a tőke, és akkor itt munkahelyeket teremt. És ez nem következett be. Ugye Kelet-Európában ment a tőke, részben azért, lehet itt oka van ennek a kulturális közelség is talán, hogy a külföldi tőke szívesebben fektetett be Kelet-Európában, mint mondjuk Észak-Afrikában. A franciák próbálkoztak, de igazából kevés, meg a spanyolok is valamennyire, de kevés tőke ment a Közel-Keletre. Tehát gyakorlatilag ez a politika, amit itt próbáltak, ez nem működött, és igazából ez az egész euró-mediterrán kezdeményezés, ez egy az arab-izraeli konfliktusnak a kijeleződése, meg egyéb politikai okok miatt is, de ez elhalt. Próbálkoztak az főleg a franciák meg a spanyolok, ugye, de nagyon aktívak voltak, ugye Sárközi indított el ez az Unió a Mediterráneumért akciót, aminek az egyik része volt az például, hogy tehát nagy infrastrukturális projektekkel segíteni az együttműködést, mert hogyha itt nem hozunk létre szorosabb szálakat, akkor ez nem fog működni, és ennek egy területe volt a közlekedés, hogy itt a közlekedésben is, nyilván vasutat nem építhetünk a földközi tengeren át, de a kikötők építése, illetve az egyes országok közötti jobb kapcsolat, autópálya Észak-Afrikában, illetve hát a kereskedelem számára is megteremteni az utakat. De gyakorlatilag ugye a migráció szempontjából ezek olyan szempontból nem, de ezek a legális útvonalai a közlekedésnek, a migráció pedig a nem legális útvonalakat követi. Tehát ilyen szempontból ez a, bár köze van a közlekedéshez, de azt gondolom, itt az illegális migráció számára nyilván alternatív közlekedés kell, és ugye tudjuk például itt talán önök is olvasták, volt egy ilyen cikk, hogy akkor itt Izmirből mennyibe kerül a különböző migráció, és akkor a gumicsónak, a nagyobb csónak, a motoros csónak és a jetski az a legdrágább verzió, amikor egy ember mögé beül az ember és átviszi őt, az a 3000 dolláros opció itt a migrációnál. Tehát, hogy a közlekedésnek nagyon különböző formái lehetségesek a migrációnál. Ez egy jó kérdés, a visszaáramlás hogyan fog, hogy itt a vasút nyilván egy mondjuk vasúti vagonokba tenni embereket, az azt hiszem egy rossz, tehát ez nem fog működni, mert ennek elég rossz a konnotációja. Márpedig ez a tömegek mozgatásának ez a módja, tehát nyilván itt ez egy nehéz kérdés. Ugye a másik kérdéssel kapcsolatban itt ez a Bill Gates és a szocialista megoldás, ugye ezt a nemzetközi kapcsolatoknál ugye ezt az idealista megoldásnak tekintjük, amikor az országok összefognak és egy közös cél érdekében ugye a nemzetek fölötti. Azt lehet mondani, hogy ez viszonylag azért, bár meg ugye az Európai Unió is egy ilyesfajta kezdeményezés, ezek gyengülők, és erőteljesebb a másik irányzat, a realista irányzat, ami itt a nemzetközi kapcsolatokban, ami azt mondja, hogy itt a nemzetállami érdek van, és azt kell képviselni. Ugye Magyarország ebben nagyon élen jár, azt lehet mondani azért sok szempontból. Tehát itt a nemzeti érdekeket kell figyelembe venni, és akkor nyilván itt ütköznek a nemzeti érdekek, és ez majd kialakít egyfajta megoldást. De nem biztos, hogy valóban az ilyen globális problémákra, amelyek nemzetállamok fölöttiek, ez optimális megoldás lesz. Bizonyos kérdésekre optimális, de pont ezekre a problémákra ez nem tud optimális megoldást találni. Egy mondatot szeretnék csak hozzátenni ebbe a közlekedési dologba.
leegyszerűsítem, és hogy mondjam, politikailag primitizálom a kérdést. Ugye az Európai Unió azt állította, hogy szabad kereskedjen kell, ami azt jelenti, hogy természetesen az jöhetnek afrikai államok, afrikai áruk is Európába, de főleg az európai áruk menjenek Afrikába. Ugye ez belátható volt. És tulajdonképpen ugye a kikötők, amiket megépítek, azok jelentős mértékben, miután onnan főleg például olaj, meg nem tudom, mi jött, vagy más nyersanyagok, hát az európai árukat bezsilipelő pontok is. Tehát tulajdonképpen megépítem ajándékként azokat az észak-afrikai kikötőket, ahova az európai áruk már érkeznek. Ugye ez belátható, hogy milyen baráti segítség. De mi következett ebből? Természetesen hajók, csónakok, mindenfajta izék, tehát nem teherhajókkal, de a kikötő zónák alkalmasak arra, hogy a lakosság onnan ide jöjjön. Különböző módokon, nem okvetlenül a nagy gőzösökkel. Tehát tulajdonképpen Európa oda exportálta azokat a kikötőket, ahonnan a migránsok jöhetnek. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a saját befogadó kapacitásait meghaladó kikötő kapacitásokat épített az ember áramra fel, és most hiszek, hogy akkor valami nem sikerült ebben a közlekedés tervezésben. Igen, persze. Köszönöm szépen az észrevételeket és az előadásokat, a kérdezőknek a kérdezést, a hallgatóságnak pedig a hallgatást. Tulajdonképpen lejárt az időnk, sőt túl is futottunk rajta, ezért én most bezárnám a konferenciát. Én azt hiszem, hogy nagyon tartalmas volt, nagyon hasznos. Még annyit tudok hozzátenni, hogy az előtérben vannak szendvicsek, ha jól láttam, úgyhogy ezekre szívesen látjuk önöket.